2021. augusztus elején Tolna megyében 25 betöltetlen házi orvosi praxis volt, országosan pedig 650 állt üresen. Sok helyen több mint 10 éve nincs orvos, ezeken a helyeken helyettesítéssel oldják meg a betegek ellátását. Annak érdekében, hogy mindenhol el tudják látni a feladatokat, a kormány praxis közösségeket hoz létre házi orvosokból, gyerekorvosokból, fogorvosokból. A praxis közösség lehet kollegiális vagy szoros, mindegyikhez más szintű béremelés társul. Tolnán is alakulóban van egy szoros praxis közösség, aminek tagja lesz Barna Györgyi, tolnai gyermekorvos is. Egy járáson belül látják majd el a feladatokat, egymással együttműködési megállapodást kötnek. Kötelező lesz legalább a heti 20 órás rendelés, a közös ügyeleti és helyettesítési rend. A praxis közösség ezen fajtájánál gazdaságilag nem közösködnek az egészségügyi szolgáltatók, bár van olyan verziója is. A többségünk nyilván azt a fajtát választja, amiben megmarad az önállóságunk, a praxisunk, mi vagyunk a praxis működtetője, ahogy eddig, viszont bizonyos csoportokat alkotunk, amivel plusz feladatokat vállalunk. Barna Györgyi úgy véli, a praxis közösség nem enyhíti majd az orvoshiányt, hiszen az ország bizonyos területein igen távol helyezkednek el a körzetek egymástól. Ráadásul az egyik kötelező feladat a különböző betegségek szűrése lesz, ami a tolnai gyerekorvos szerint további feladatokat generál majd a rendszerben. Győri Gábor szexhári gyerekorvos szerint sem éri el eredeti célját a praxis közösségek létrehozása. Ettől függetlenül nem tartja rossznak magát a rendszert, ő a kollegiális praxis közösséghez csatlakozott. A szoros praxis közösségnél véleménye szerint sok a feladat. Egyrészt az életkorom miatt, én már 33 éve dolgozom, és úgy gondolom, hogy túl sok plusz munkát én már nem szeretnék magamnak csinálni. A másik dolog pedig az, hogy ha a kollegiális praxis közösség esetében túl sok helyettesítésre is sor kerülhetne, azon kívül, ami eddig volt, azt én már nem szeretném vállalni. Eddig csak nem 100 kollegiális praxis közösség jött létre az országban, amelyeknek 7000 praxis tagja van.